Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Őszintén sajnálom, hogy Benne Ildikó képviselőtársunk már nincs bent, hiszen egy nagyon tanulságos napirend előtti felszólalásban hívta fel ma a figyelmet az emésztőrendszert érintő rákos megbetegedések arányának a növekedésére, és részben ugye erről lesz szó. Kérem, engedje meg, elnök úr, hogy a kérdéshez kapcsolódóan egyetlen idézetet tegyek. A Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság jelentése most látott magyar nyelven napvilágot, ebből kiderül, hogy az európai élelmiszerek 47%-a növényvédőszer maradványokkal szennyezett, és a minták 2,8%-a, ami nem tűnik soknak, de ennek ellenére 2366 darab terméket jelentett, az a kontinensen előírt normáknak nem felel meg, és garantáltan mérgező. Ezen jelentések után merül fel a kérdés ebben az, hogy a Fidesz-KDNP-ben ugye megvan továbbra is az a mítosz, hogy növényvédőszer nélkül, illetve a jelenlegi ismert hatóanyagú szeret nélkül nincs mezőgazdaság, és továbbra is úgy tűnik, hogy kiáll a glifozát európai forgalmazása mellett. Ezek a növényvédő szerek és ehhez hasonló hatóanyagú szerek ugye megközelítőleg 200 ezer ember halálát okozzák évente országos szinten, és a peszticidek használata összefüggésbe hozható a tumor, az Alzheimer-kor, a Parkinson-kor kialakulásával, valamint hormonzavarokkal, fejlődési rendellenességekkel és a meddőséggel. A jelentés azt javasolja, hogy nem csak a növényvédőszerek használatát kellene nemzetközi szerződésekben szabályozni, hanem a fenntarthatóság felé vezető úton lépéseket tenni, beleértve a kártevők természetes módszerekkel végzett gyérítését, a vetésforgót, illetve az ökológiai termesztés lehetőségeit, illetve megfontolni a földforgatásmentes mezőgazdaság térnyerésének lehetőségét. Kérdésem az, hogy Magyarországon ugye idáig is nagyjából a Monsanto mondott tolba néhány jogszabályt, és idáig is a kormány sajnos képviselte az óriás vállalat érdekeit. Várható ez, hogy ebben valami érdemi változás történjen? Lehet-e arról számítani, hogy figyelembe véve rákos megbetegedések arányát esetleg megfontolja Európai Unióban a hazánk álláspontját és a glifozát európai betiltása mellett foglal állást? Erre várnám megtisztelő válaszát. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, Sallai képviselő. A válaszadásra megadom a szót Nagy István államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt házkedves képviselőtársam, válaszom elején egyességre kellene jutnunk. Arra az egyességre, hogy a magyar kormány és szerintem bármilyen más döntéshozó nem tud másra támaszkodni, mint különböző laboratóriumok adataira. Mert ha ezeket az laboratóriumi adatokat megkérdőjelezzük, akkor óriási bűnt követünk el gyakorlatilag, mert akkor nem lesz objektív vizsgálati lehetőségünk, nem lesz objektív viszonyítási lehetőségeink. És igazságtalan Magyarországgal szemben ez a fölvetés, pontosan azért, mert Magyarország nagyon óvatos ebben a kérdésben. Hiszen ma már csak kifejezetten a vetőmag előállításra alkalmas területeknél alkalmazunk, nagyjából 10 000 hektáron engedélyezünk ilyen szernek a működését, nem máshol. Tehát nem lehet, hogy ez szélesebb körben működjön. Ugyanakkor szeretném, hogyha meghallgatnák. 2016. júniusában a bizottság saját hatáskörben úgy határozott, hogy ideiglenesen meghosszabbítja a glifozát jóváhagyását. Az ideiglenes hosszabbítás mellett a bizottság a tagállamok támogatásával döntött a fagyúamin segédanyagot tartalmazó glifozát készítmények forgalmazának beszüntetéséről. Magyarországon 24 glifozát hatóanyagú készítmény engedélyét vonta vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal annak fagyúamin tartalma miatt. A fagyúamin segédanyagot nem tartalmazó glifozát készítmények engedélyei 2017 második feléig érvényesek, amikor is döntés születik unió szinten a hatóanyag megújításáról. A hatóanyag veszélyességi besorolásával kapcsolatos adatok kiértékelését az Európai Vegyi Anyag Ügynökség végezte el, és itt szeretném a figyelmét felhívni egy nagyon nagy bajra, hogy az értékelés eredményeképpen 2017. március 15-én kiadta a glifozát hatóanyaggal kapcsolatos véleményét, amely szerint a glifozát nem rákkeltő, nem mutagén és nem reprotoxikus tulajdonságú anyag. Az Európai Vegyi Anyag Ügynökség osztályozási javaslatának figyelembevételével legkésőbb 2017. december 31-éig hoz a bizottság döntést arról, hogy visszavonják vagy megújítsák ennek a szernek a forgalmazási engedélyt. Köszönöm szépen, elnök úr!